Üdvözlök mindenkit, Necroclean vagyok, és jöjjön egy kis laptop bemutató. Egy Asus G-szériás laptopot fogtok látni, mert úgy alakult, hogy a teljes gamer felszerelésemet lecseréltem egy laptopra, egy gamer laptopra. Hogy miért tettem ezt, azt egy másik videóban fogom elmondani, úgyhogy nyugodtan lehet addig kérdéseket feltenni. Nos, mit tud ez a laptop? Íme így néz ki. Fekete. Ki lehet nyitni, és mint a legtöbb laptopot világít a képernyője, és ennek még a billentyűzete is világít, és nagyon szép. Vannak rajta ilyen nagyon szép színes matricák, főleg ez ott a fő ok, amiért megvettem ezt a laptopot, és itt játszadozom a billentyűzettel, mert hogy annyira jó, hogy világít, és ki be lehet kapcsolni. A színes matricákat láthatjátok most közelről, szerintem tök fontos dolgok, hogy ezek a matricák ott vannak, és ilyen szép színesek. Amit láthatjátok, a két oldalán lehet forgatgatni, és vannak rajta tök lyukak, ilyen több lyuk, nem tudom, így be lehet dugni kábeleket bele, az franc se tudja, mire van, mire jók, és plusz, ha kiviszedem úgy a konyhába, akkor kábelek nélkül is működik, nem tudom, ez valamilyen ilyen csoda szerkezet lehet, tapogatható nyugodtan, mert meglátszik rajta az új lenyomatod, és teljes mértékben lehet ilyen kis új lenyomat játékot játszani rajta. És íme, tehát ez a bizonyíték, hogy a laptopok kábelek nélkül is működnek, és ezért is ilyen fantasztikusok, úgyhogy most inkább megint lecsukom, és megforgatgatom egy kicsit, mert igazából nem sok minden másra jó egy laptop. Meg egyszer meg láthatjátok a lyukakat, vannak benne lyukak. Na, de attól függetlenül nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hasznos hagymavágásra, kérem szépen, lehet a laptopon hagymát vágni, kiváló főzőeszköz. Továbbá, hogyha úgy döntenél, hogy egy étteremben mész és billeg az asztalod, a széked, tökéletesen ki lehet vele támasztani egy asztalt és egy széket, úgyhogy... Na, lehet kicsit drága szórakozás. Így néz ki jelenleg a gamer setup, valahol ott jobb oldalt volt a gamer gépem, és ott, ahol most a hangszóró van, volt egy szod nagy téve, az ott a monitor. Az asszonyton kapott Justice Batman, imádom, születésnapomra ő rajzolta saját két kezével, nagyon jól néz ki, és ez alatt volt az ott nagy tévé, az volt az én monitorom, mert hogy én nagyba szerettem, hogy kiégeti a retinámat a Battlefield, vagy éppen a Warframe, vagy Call of Duty. Egy erősítő, van rajta egy csomó ilyen gombocska, és lehet tekerni egy csomó mindent. A mikrofon, amiről jelenleg is halljátok a hangomat, és hát ott hangszorok, a másik billentyűzet, a régi billentyűzet, az egér, és hát a headset, ami ilyen tök hasznavehetetlen. Amúgy meg jól futnak rajta a játékok, amint láthatjátok most, ez Battlefield, és jól fut rajta, amúgy olyan 70-80 FPS-sel, de csak így. Ja, a többi átlagosan a játékokat 60 és 90 FPS között futtatja, függ, hogy milyen régi az a játék, függ, hogy Counter-Strike-nak hívják-e, mert az 250-nel futtatja, de függ nagyjából normális játékokat ilyen 60 és 90 FPS között futtat, kivéve, hogyha Counter-Strike, mert az 250-nel futtatja, de az elfut egy krumplin is, és ez a laptop meg, ha kicsit jobban összegyűröd, egészen krumpli formájú lesz. Nos, ha kíváncsiak vagytok még több részletre, akkor a leírásban olvashatjátok el a laptop adatait. Ha kíváncsiak vagytok az árára, 850 fontnak megfelelő magyar forint lett. Nagyjából. De hogy még egyszer, hogy miért cseréltem le mindezt egy kompakt kis krumplira, amin elfutnak különböző zöldségek, azt egy másik videóban elmondom, hogy komolyan összefoglalva a szót és a témát. Addig is köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Oké, mehet? Elindítottam? Uh-huh. Nagyon jól lehet rajta ugye hagymat vágni. Úristen, nem lehet! ne, hallod? Necroclean a természetes környezetében.